A kínai után az orosz vakcina gyártását is a helyszínen vizsgálhatják meg magyar szakemberek. A Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet munkatársai már Moszkvában vannak, holnap pedig az oltóanyaggyárba is bemehetnek. Pénteken Szijjártó Péter is az orosz fővárosban egyeztet majd az orosz vakcináról. A külügyminiszter azt mondta, a kormány mindent megtett azért, hogy minél több biztonságos oltóanyag legyen Magyarországon. Tömegesen oltanak a Sinopharm vakcinával, Kína mellett már Törökországban, Brazíliában és az Egyesült Arab Emirátusokban is. Mostanáig már csaknem 1,5 millió embernek adták be, és eddig senkinél nem alakult ki különösebb oltási reakció. A vakcina hagyományos technológiával készül, elölt vírus tartalmaz. Hatékonysága 80% körüli, amely az influenza oltásnál magasabb. Magyarország az elsők között vette fel a kapcsolatot a gyártóval. A kínai partner beszámolt nekünk arról, hogy rövid időn belül nagyon sok hívást kapott. A Sinopharmot néhány óra alatt 14 ország kereste fel, miután hazánk bejelentette, hogy tárgyal az oltóanyagról Kínával, mondta a külgazdasági és külügyminisztérium államtitkára az M1-en. Mencer Tamás hangsúlyozta, az uniós beszerzés lassú, kevés vakcina érkezik, ezért döntött a kormány úgy, hogy más forrásból is próbál oltóanyaghoz jutni. Kevés vakcina érkezik Európába, és kevés vakcina érkezik Magyarországra is, és még kevesebb fog. Ugye a Pfizer nevű gyártó pénteken bejelentette, hogy csökkenti a szállításokat, a Moderna szállít, de nagyon keveset. Az AstraZeneca engedélyeztetése pedig valamikor következik, de ez még alsó hangon is hetek kérdése, és az is kérdés, hogy mennyit fognak majd szállítani. Ahhoz, hogy itthon engedélyezzék a kínai vagy más, például az orosz vakcinát, még szigorú szakmai vizsgálatokon kell túljutniuk. Erről beszélt az Egészségügyi Tudományos Tanács tagja ma reggelben. Bitter István az oltás ellenességgel kapcsolatban elmondta, az már a Covid járvány előtt is jelen volt Európában, a WHO a világot fenyegető 10 vezető ok között említi, de hangsúlyozta, bízni kell a magyar kutatási eredményekben. A hatóság vizsgálja azt, hogy megfelelően gyártják-e, hogy tiszta-e az az anyag, hogy embernek beadható-e az az anyag, és hogy vizsgálatra bocsátható-e. Ezek után kerül sor arra a részre, ami nem csak szakmai megfontolásokat tartalmaz, hanem számos etikai kérdést is. Magyar gyógyszerészeti szakemberek az elmúlt napokban személyesen ellenőrizték a gyártási folyamatot Kínában, és megállapították, hogy a vakcina előállítása rendkívül korszerű és biztonságos. Közben az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet munkatársai megérkeztek Moszkvába is, hogy még egyszer megvizsgálják az orosz oltóanyagot. Ezt a külügyminiszter jelentette be. Szijjártó Péter hozzátette, a kormány mindent megtett azért, hogy minél több biztonságos oltóanyag legyen Magyarországon. Kínában az OGIS kollégák lefolytatták a helyszíni vizsgálatot az elmúlt hét végén, pozitívan nyilatkoztak a helyszíni vizsgálatról. Oroszországban már kim vannak az OGIS kollégái, ma elutaznak Moszkvától nagyjából egy 120-130 kilométerre ahhoz a gyárhoz, ahol az oltások előállítása zajlik. A holnapi nap folyamán ott a gyárban megtekintik a gyártási folyamatot. Csütörtökön elmennek abba az intézetbe, ahol az oltások hatósági engedélyezése zajlik, és akkor utána meg tudják hozni a döntésüket arról, hogy kiadják-e az engedélyt a Sputnik vakcinára. Szijjártó Péter is Moszkvába utazik pénteken, hogy többek között a vakcina beszerzésről egyeztessen. Az orosz oltóanyagból decemberben 6000 adag érkezett, amelyeket még szintén vizsgálnak.